Tisztettel köszöntöm a Frankó TV nézőit, Dunaszerdahelyről jelentkezünk, természetesen két csinos hölgyel. Általában fiúk mellett szoktak látni engem, mert jobban érzem magam ilyen két csinos fiatal hölgy mellett. Hát akkor kezdem a fiatalabbal, mondhatom ezt? Igen. Jó, a fiatalabb, anyuka és lánya, ugye? A két Reni, hát Vodnyánszky Reninek a nyakába látok egy aranyat és egy ezüstöt, és hát megkértem, hogy hozza a bronzot is, de otthon hagyta. Úgyhogy most a bronzról beszélünk először, mert volt egy felnőtt bajnokság, ahol aranyra is volt esélyed, és aztán bronz lett, ami egy fantasztikus eredmény ilyen fiatalon, 5-77, hát hogy értékeled először azt a bronzot, amit otthon hagytál? Hát először is mondhatni elégedett vagyok azzal, hogy bronzérmet szereztem, azzal viszont nem, hogy milyen lett a teljesítmény, mivel tudom, hogy több volt bennem, és többet is vártam magamtól, csak hát egy technikai hibát csináltam az utóbbi időben, ami véget nem úgy jött össze, ahogy szerettem volna, de a végére már kezdtem rákapni, csak akkor már késő volt. Hát láttam azt a versenyt, és drukkoltam, mert ugye azt mondtam itt az anyukának, Medgyes Renének, az edzőnek, hogy a Vadleichre, ő hétpróbázó, és hát egy erőteljes nő, izomzatba is, hát nem lehet összehasonlítani, mondjuk a Reni csinosabb, de ő erősebb, hanem arról van szó, hogy 6-18-al nyert a Vadleich, 5-90 lett második egy hölgy, akinek 6-0-2... Kaliásova, Szilvia, az Kassai. Igen, hogy 6-0-2 az egyénie, és hát volt ott egy utolsó ugrás, ami millimétereken múlott, tehát szerintem az egyéni csúcs volt, tehát ilyen 6-10-nek nézett ki, tehát azt gondolom, az fölbosszantott ez a pár milliméter anyuka, hogy értékeled? Hát igen, kár volt az utolsó kísérlet, az nagyon jó kijött neki, sajnos nagyon kicsi belépéssel, de hát tudtuk, hogy van rá neki, csak hát sajnos nem belépés, az nem számítódik, tehát maradt a bronz, úgyhogy hát mondom úgy, ahogy Reni mondta már, hogy teljesítménye nem voltunk annyira megelégedve, de a helyezéssel meg igen, tehát. Igen, láttam, hogy 5-77, hogy mondhatom azt, hogy föl volt csesződve, de csúnya szó. Láttam, múltkor is mondtunk egy csúnya szót, tehát mérges voltál önmagadra 5-77-tel. Hát ezt kárpótoltad magadat, mindjárt oda is eljutunk, de először beszéljünk egy ezüstről, ami ugye 12,4. Mondjuk nekem az egyéni csúcsom 11,7 volt, 17 évesen, meg 7,260-on, tehát tudom, hogy a 12,4 ez ilyen hölgy, az nagyon gyors. Hát az ezüst százon, az meglepett tégedet? Hát meglepett, igen, mert aranyra hajtottam, őszintén megmondva. Hát ezt gondoltam, hogy aranyra. Az a helyzet, hogy nagyon sokat kellett futkároznom a két versenyszám között. Először százassal kezdtem a futásokkal, azután pedig mentem a távolra, és alig érkeztem a fináléra. Szóval nagyon elfáradtam abba, hogy sietnem kellett, és föl alá rohangálni. Szóval én annyit mondok, hogyha akkor nem megyek azt a távolt, vagy például nem megyek a negyedik kísérletet, hanem azt kihagyom a százas véget, akkor szerintem megnyerem. És mennyi az egyéni csúcsod egyébként? Ez 12.47 volt, ugye, azt hiszem? Igen, 12.47 az oficiális egyéni csúcsom, szóval meg volt engedve a szél, de 12.19.26-os széllel. Akkor ezen 12.25 reális. Most egy picit a anyukát megkritizálom, jó? Már mindig dicsérem, most megkritizálom. Tehát ugye 605-te ugye megnyerte a távolugrást, az az aranyérem, majd ehhez is visszatérünk. Hát lehet, hogy ez a százas ezüst belekerült 10 centibe a távolugrásba, itt mondott a Reni valamit. Ez lehetséges? Hát lehet, van benne valami, de mivel hogy már elejtünk fogva, úgy voltunk megbeszélve, hogy fog menni saját kategóriájába 100 métert is, és távolt is, tehát elejtünk fogva úgy volt megbeszélve, tehát fő persze távol volt, tehát abba hoztuk, amit kellett, és a százas csak plusz lett volna, és mivel hogy olyan eredménye volt, amilyenje volt, még ha széllel is, akkor kellett volna neki nyerni, de mivel hogy össze-vissza volt tényleg a futkározás, nem volt eléggé kifújva, meg olyan 2,8 ellenszélben volt az a százas, tehát a sokkal gyorsabb futás lett volna, ha hátszelet kap, de hát így alakult, hát én nem voltam csalódott, én örültem az ezüstnek is, úgyhogy semmi probléma nem volt, távol az nagyon nagy örömöt okozott, mert már végre a szükségünk volt egy kicsit arra a 6 méterre fejbe is, mert azért egy kicsit szenvedtünk egy hónapot ezzel a technikai hibával, de hál' Istennek most kezd úgy visszaállni a helyzet, de hát úgyhogy én elégedett vagyok.
Hát mi pedig büszkék vagyunk rá, és örülünk ennek a sikernek. Hát, lehet, hogy anya egy picit megharagudott rám, hogy ezt ilyen kritikusan mondtam, de szerintem az a 10 centi ezen múlott ott, de én nem értek hozzá, úgyhogy te jobban értesz hozzá, de viszont 605-et úgy ugrottad, hogy nincs konkurencia. Valójában ebbe a kategóriába nincs ellenfeled, tehát csak saját magad, úgyhogy ez külön gratulálok, hogy ilyen versenytársak ellen, magad ellen 605-öt ugrottál, több is volt esetleg még benne? Hát, mivel csak 3 pokuszt kísérlet. Kísérlet, igen, kísérletet voltam, tehát szlovákot is már keverem. Nem gond. Ezért szerintem, hát, hogyha végigugrálom azt a 6-ot tényleg, akkor van rá esély, hogy jobb lett volna, és már a lábaimban volt egy 100-as is, viszont úgy gondolom, hogy jól fel vagyok készülve, szóval kibírtam, csak hát még biztos volt valamennyi bennem. Igen, most akkor te, tudom, hogy egy kiváló tanuló, ugye a nagymama büszkesége, mert nem csak kiváló ugró, hanem a is suliban is teljesít, ugye most kezdted a középsulit, gondolom az is jól megy, de most én egy memória tesztet csinálok veled meg a anyuval is, lehet, hogy anyu besegít, jó? 14 aranyból a sorolt föl mind a 14 aranyat, hogy mikor érted el és mibe. Na, kezdjük akkor. Na? Én segítek, akkor mennyi a távol belőle? Mind? A 14 aranyból, 13 távol. Igen. Na, már... 60 méter. Igen. Igen, azt tudom. Én szerintem 2017-től kezdtem szedni az aranyakat. Úgy 2017-18 környékén. Köszön. És onnantól mindig két kategóriában versenyeztem, és általában meg is nyertem. Na, akkor 13 arany távolból, és egy a 60-on. És most egy ezüst 100-on. Egyéni csúcsa, majd hogy nem, ugye? De hát ez még lesz jobb is. És hát mi várható még anyu ebbe a szezonba? Tehát most pénteken ugrunk PTS-en a főprogramban. Tehát ez egy jó kis verseny lesz pénteken. Aztán egy hetire rá, szombaton van junior szlovák bajnokság, tehát meg ott fogunk részt venni. És 100-on megy? Nem. Na, akkor... Most nem fog menni 100-at, most csak távolra fogunk koncentrálni, mert nem szeretném most, hogy 100-os fusson ez a saját kategóriában, úgy gondoltam, hogy igen, de most úgy gondolom nem, tehát a legközelebbi 100-os csak országos bajnokságon lesz csapatosba, ami Kassán lesz majd októberben, úgyhogy muszáj pontok véget segíteni a csapatnak, meg ott fog menni talán stafétát is. Tehát addig még aztán van még egy forduló atlétikai ilyen körféleség lesz, az Nagyszombatban lesz, azt hiszem 26-án, szeptember, ha jól tudom, és október 3-án még lényegében végzünk, ott az a csapatos szlovák bajnokság, Kassán lesz, és az a utolsó versenye idei. Hát mondtam itt egy nevet, előbb eltévesztettem, de most remélem, jól fogom mondani, a Spanovics jön, vagy nem jön, tehát ő az egyik legjobb ugye Európában, felnőttben. Kik lesznek a vetélytársak felnőttek között, és hát a 6-10 szerintem ott meg lesz, mert lesz rivalitás. Mire számítasz, és tudod, hogy kik lesznek az ellenfelek? Somorján, ugye, a X-Bionic Sphere-be. Mikor is pontosan? Hát most pénteken. Hát igen, hol is kezdjem? Nagyon várom, mert még ilyennel nem versenyeztem. Ez lesz első, hogy a főprogramban ugrálok. És szerintem motivál is az, hogy olyanokkal ugrálok, akikkel. De pontosan nem is tudom, hogy lesz ott a Mironcsuk, annak nem tudom, 7 méterre van ugorva. Uha. Nem tudom, ebbe évben biztos nem, az már ilyen régebbi eredmény, de 7 métert már ugrott. Nem tudom, hogy a Balta, Eston, hogy fog-e jönni, annak is van valami 6.90-je. Igen, észt. Igen. Aztán ki lett még ott, nem tudom. Ez a kettő ilyen legnagyobb név, aztán még 6-an vannak rajtlistán, azt tudom. Ő a legfiatalabb, hát, gondolom. Persze, igen, ő a legfiatalabb. Lehet valaki csehektől jön, nem tudom, magyarokat nem igen gondolom, hogy nem fogják hívni, mert nem jöthetne, gondolom. Na, a vírushelyzet miatt. A vírushelyzet, meg minden. Tehát 6-an lesznek, 3-at így tudok, aztán még hogy ki a másik 3, azt nem tudom. Na, akkor ugye 6-0-6, igen. Most az egyéni csúcs, tehát a 6-0-7 és ilyen harmadik hely az jó lenne? Hát nem tudom, hogy az meg lesz a harmadik hely, de őszintén megmondom, nekem az lesz a célom, hogy a maximumot kihozzam magamból, és ha az meg lesz, akkor én elégedett vagyok. Köszönjük szépen, és szurkolunk pénteken, Somorján találkozhatunk, és jöjjenek minél többen. Hát remélem, hogy mi is ott tudunk, legalább, ha nem a versenyen igyekszem, akkor majd utána. Köszönjük, és gratulálunk ehhez. Köszönjük.
és pénteken is egy éremmel, még ha bronz is lesz. Köszönjük! Köszönjük.